60% gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés. Itt is különbséget kell tenni a megyében is, mert vannak olyan kis és középvállalkozások, ahol pontosan azért, mert innovatív elképzelések, gépipar például, ott a munkahelyteremtés nem cél, hanem inkább a munkaerő megtartása, mert ha eszközeket, gépeket veszünk, akkor fejlesztünk, akkor nem biztos, hogy a munkaerőt szeretnénk megtartani, inkább a munkaerőt váltjuk ki ezzel. De van olyan területe a megyének, ahol munkaerőre van szükség, ahol munkahelyet kell teremtenünk, ez a megye egyik húzó ágazata a turizmus. A turizmusban biztos, hogy szükség van és lehetősége is van a megyének ezen munkahelyeknek a bővítésére, és hát az örök és hála Isten Zala megyében is jól működő mezőgazdaság, ami felszívhatja azt a munkaerőt, ami azt gondolom mindenképpen a mostani helyzetben még nagy mértékű munkanélküliek táborán.